Ulala. Ez meg mi? Dombákák, hoztunk egy barátot! Az jó. Íme, villám a leveli béka. Villám, üdv az új otthonodban. Mármint csak egy rövid időre. Lehet már az is túl hosszú lesz. Ó, ugyan már, jó móka lesz. Igen. Ez a mi házunk. És itt van újba Pipa háza. És itt léptem először valaki lábára. Sajnálom, mus bébik, ma nincs fürdé. Én vagyok a mérges sármok. Ez a nap jól alakult. A legjobban, és olyan éhes lettem tőle. Csak maradék van vacsorára, oké? Mi? De miért? Miért nem őt kérdezitek? Megette a hozzávalókat. Mindet. Viszlát. Jaj, ne! Mi az? Éhes vagyok. Villám első napja Musfaluban elég jól ment. Nem igaz, srácok? Ja, teljesen. Igen, igaz. Kivéve a vacsorát. Ó, igen. De azt leszámítva... Egyértelműen. És a musbébik elég sárosak lettek. Az kucsmának nem tetszett. Igaz, de azt leszámítva... És rókagomba festménye eléggé. Oké. Volt néhány zökkenő, de új otthont adtunk Villámnak, nem igaz? Igen, az igaz. Na. Ó, kösz is, srácok. Csak ezt akartam hallani. Jó ét! Jó ét, Lámpi! Szép álmokat! Jó ét, mus papi! Jó ét, mus néni! Jó ét, Róki! Jó ét, Bolli! Jó ét, Villám! Mi folyik itt? Miért csinálja ezt? Kérlek, mondjátok neki, hogy hagyja abba, mielőtt a musbébik... Ne aggódjatok, nem fog egész éjjel brekegni, az kizárt! Kukuriku! És de... megtette. Jó sokat brekegett. Édes, kedves kis gombácskáim, nagyra értékeljük, amit a barátotokért tesztek. De a békának mennie kell. Most! Te, jó, komposzt, igen! Azt hittem, hogy vitatkozni fogok veletek, hogy ne, ő a barátunk! De közben olyan fáradt vagyok, és Villám olyan hangos, és kimerültnek tűntök, és... Na hát, ezt figyeljétek! Olyan fáradt vagyok, hogy már két békát látok! Nem, nagyon is jól látsz. De honnan jöhetett? Figyeljetek csak, többen is vannak. Ez az, amikor a természet kiegyenlíti a dolgokat. Drágáim, maradjunk nyugodtak és...